Horváth Gábor vagyok, nyíregyházi származású, egy bankban dolgozom. Én nem állítom magamról, hogy én lennék a Wall Street farkasa, de azért rúgtam már be úgy, mint DiCaprio. Inkább mondom magamról, én vagyok így az Üllőút komondorja, kis szőrös. Pont egyébként a főnök asszonyom rám szólt a múltkor, hogy Gábor, legyél kedves, vagy ne vesz egy pici hajat, vagy vágj már le a szakállat, mert egyszerűen az ügyfelek félnek tőled. De akár hiszitek, akár nem, én eredetileg rendőr akartam lenni. De nézd így, nem tényleg. De nem vettek fel, mert megbuktam pszichológián. Kijött egy papír, nagy A4-es lap, rajta volt a végén, hogy hát erősen manipulatőr korrupcióra hajlamos személyiség, ezért sem most, sem pedig a jövőben nem fogjuk ide felvenni a közszolgálatába. Hát mondom, semmi gond, bankos önéletrajzom mögé betettem, egyből fel is vettek. Minden héten történik velünk valami érdekesség, képzétek, aminek bejött egy fószer. Szóval mondja már meg, hogy tudok innen kimenni. Hát mondom, drága kedves uram, ott az ajtó bejött. Az nem jó. Hát mondom, ne haragudjon, miért nem jó. Ki van az ajtóra téve, hogy zárva? Semmi probléma. Eligazítottuk, biztonsági őrünk. Józsi megfordította az ajtón a táblát. Az ember nagyon boldogan kiment, mi meg csodálkoztuk, hogy egész délután nőtt be egy ügyfélség. Bár igazság szerint a legjobb az pont múlt héten történt, meg bejött egy idősebb hölgy, húzott egy sorszámot, behívtam, leül velem szembe. Mondom, tessék parancsolni. Akkor te most megmondod nekem, hogy hol van a 7. kerületi orvosi rendelő, és hogy mettől meddig rendel. Hát mondom, ne tessék már hallgatni csókom, nem, hát mi egy bank vagyunk, hát nem információs központ. Na, hát ott van a gépben az internet, tudod. Belőle egyből kijött a nyíregyház, úgyhogy a következővel kommentáltam. Óhá. Ő ezt nem értette, bár igazság szerint nyíregyháza nálunk az ilyen szavak, azok univerzálisak. De rég láttalak. Óhá. Fiam, kész még pörköltet? Óhá. Hát ő ezt nem értette. Ezt követően bejött egy nagyon jó szőke csaj. Megláttam. Óhá. Behívtam. Leült elém, azt mondja, hát egy én bankkártyát szeretnék igényelni. Hanem semmi akadálya, 10 000 forint. Óhá. Nem ő is nyíregyházi van? Én pedig köszönöm szépen a figyelmet.